Singer vagyok, a nagy bőgős. Szevasztok, én a gitár Egri Péter, Mr. Igen Rockabilly Trio. Dobok Tamási László és a 10 éves Mr. Igen zenekar. De azért nagyon jó érzés, hogy jönnek a fiatal csajok, és ugye játsszuk ezt a rockabilly zenét, ami gyakorlatilag egy 50 évvel ezelőtti Amerikában nem itt és nem ekkor kialakult műfaj, és mégis ilyen sikerrel tudjuk nyomni így Európa szerte. De azért nagyon klassz dolog, hogy mit tudom, az első 8-10 sor után azért ott vannak ilyen tetovált alkarok, meg azért fiúk is ott vannak a koncerten, akik azért jobban tudják értékelni szerintem talán ilyen zenei produkciókat, de nagyon jó a sikoltozás meg minden. Más, nagyon érdekes, hogy amikor 10 évvel ezelőtt elindultunk a Mr. Igen Rockabilly Trióval, már akkor már évek óta így egészen, mint a gyerekkorunk óta ebben a rock and roll és rockabilly zenében nőttünk fel. Valahogy egy társaságból keveredtünk ki, először Jampik voltunk, aztán Rockabillyk, meg ilyen Psychobilly, meg mit tudom én, ami meg ebben a műfajban ilyen underground szinten belefér, és akkor utána kezdtünk így letisztulni, és elkezdtünk zenészekké válni. És ez ennek most már 10 éve, és ezt így szerintem így 2009 meg 10-ben így nagyon fogjuk ünnepelni, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem még odébb is a túl odébbi kontinenseken. Most azt még nem mondom el, hogy melyiken, Ázsia vagy az Egyesült Államok. Elszóltam magam, Amerika. Ez nagyon nagy felelősség, hogy mit mondasz, mit közvetítesz, mit zenélsz, hiszen hogyha egy kis hibát elkövetsz, akkor már a közönség félreértheti azt a műfajt, amit te játszol, vagy azt a zenét, és utána ő is rosszul adja tovább, olyan, mint az a játék, amikor sugsz egy mondatot valakinek, és a tizedik, mire visszaér hozzád, a tizedik, 15. mert teljesen más kapsz vissza, és ami rosszul kezdjük el ezt a hullámot, akkor a végén egy katasztrófa lesz, úgyhogy a lehető legtökéletesebben kell mindig mindent előadnunk és játszanunk. Igen, meg érdekes az, hogy tényleg egy olyan műfajt hoztunk be, és töltöttünk meg tartalommal Magyarországon, amit 50 évvel ezelőtt odállt, úgy neveztek el, hogy rockabilly. És éppen ezért nagyon nagy felelősség van rajtunk, hiszen előttünk ilyen nem volt. És nagyon nagy felelősség van rajtunk, hogy ezt hogy mutatjuk be, hiszen az emberek úgy hiszik el, hogy olyan, ami ennek mi bemutatjuk. Azért nekünk nagyon erősen kell törekedni arra, hogy autentikus gyökerekből táplálkozzunk. És azt hiszem a Mr. Igen az első 7-8 éve, vagy 6-7 éve úgy telt, hogy az abszolút autentikus gyökereket kihasználva gyakorlatilag Európa szerte végigjátszottunk minden országba, kisebb-nagyobb kluboktól, fesztiváloktól kezdve a legnagyobb, még ma élő rockabilly és rock'n'roll sztárok előtt, mellett, alatt, után és mögött. Olyan dalokat, ami gyakorlatilag az 1947 és 1965 közti zenei történelmet felöleli, és utána az elmúlt 3-4 évben kezdett kialakulni igazán az, hogy a saját szemüvegenken keresztül látjuk ezt a műfajt. És ez hozta meg nekünk igazán a sikert, amikor már nem Carl Perkins, Eddie Cochran vagy Buddy Holly dalait tolmácsoltuk, hiszen egy az egyben játszottuk akkor is, 50 év elteltével, de ugyanúgy és ugyanazt, amit akkor is ott játszottak, hanem akkor kezdett el igazán nekünk nyílni a szélesebb siker, amikor már a saját gondolatainkat közvetítettük mind zeneileg, mind pedig az angol nyelvű szövegeinkben. Koncerteken, amit játszunk, a 100%-ig saját dal, minden dalnak én írom a zenéjét, meg a szövegét, és ehhez ragaszkodom is. A rockabilly az 50-es évek derekán alakult ki az Egyesült Államokban, de egy nagyon nagy felvirágzása volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és nem az amerikai Egyesült Államokban, hanem az Európában volt ez a nagy felvirágzás, és akkor a széne, a nemzetközi rockabilly zenei és kulturális világ az annyira kinyitott, és annyira hozzátartoztak már akkor a tetoválások, hogy hozzánk már kamaszként vagy 7-8 éves gyerekként úgy jutott el ez a rockabilly, hogy olajos haj, tornacipő, fölhajtott nadrág vagy iszonyatosan bő vászonnadrág, tetoválások, nagybőgő, dob és fasz a jazz gitár. Úgyhogy gyakorlatilag én legalábbis először kezdtem magam tetováltatni, és utána kezdtem abba belegondolni, hogy úristen, sometimes I feel like a rockabilly star, énekelem az egyik dalomba, hogy mit tagadjam, néha úgy érzem magam, mint a rockabilly star. Tehát a tetkó elő volt, mint az érzés. Igazából nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az elmúlt időben olyan lehetőségekhez jutottunk hozzá nemzetközileg, hogy például egy lemezkiadóhoz kerültünk nemzetközileg a legendás Beatles együttessel. És ennek kapcsán megjelenik egy koncertlemez, egy koncertfilmmel, koncert DVD-vel egybekötve, és szerintem, hogyha ezt mindenki megnézi, akkor el tudja dönteni, hogy érdemes-e Mr. Igen koncertre jönni, vagy nem. Amúgy meg itt vannak a legjobb csajok, én meg azt tudom csak üzenni, mint a múltkor egy finnországi tetováló magazinnak nyilatkoztam, hogy mit üzensz a rajongóknak. Well, shake, rattle and roll, azaz rázd, csörgest, forgast.
Hajrá, Mr. Igen. Igazából Dunaújváros nagyon szeretjük, és azt is mondhatnánk, hogy mi köt minket Dunaújvároshoz. Van talán egy lány valahol az emlékeimben. Nem tudom, de nagyon jól fogjuk magunkat érezni ma esti koncerten minden bizonnyal, hiszen a színpad az életünk, és minden este estéről estére azt csináljuk, azokat a dalokat, és azokat a zenei műfajokat sorakoztatjuk fel, amiből gyerekkorunk óta táplálkozunk, és ez az életünk. A MrIgen.hu oldalakra mindig érdemes ellátogatni, hiszen a legfrissebb információk azok mindig ott vannak rólunk. Például most szerintem a napokban föl fog kerülni egy pár új kép a Dunaújvárosi koncertünkről. Megmondom őszintén, gyerekek, én ezt már ki sem merem mondani. Hogy mondjad. Dufjunk együtt! Na. Remélem, anyukám meg nem csak néz. Csak egyszer, soha többet nem mondjuk ki. Én már nem mondok sem. Megrázzuk még egyszer! One more! One more time!